Az NKS-nél évek óta megszokott, hogy a szülőkkel közösen búcsúztatják el a szezont és jutalmazzák meg a legjobbakat. A kosársulinál 9 edző foglalkozik közel 220 gyerekkel, akik közül 120 fiatalnak van játékengedélye. Az elmúlt 10 hónapban több mint 900 edzést tartottak a trénerek, és 240 meccset játszottak le a csapatok, amelyek összesen 20 ezer kilométert utaztak a szezon során. Az egyesület elnöke szerint az eredményekre nem lehet panaszuk. Sikeres éve zártunk mindenképpen, azt kell mondanom. A 6 korosztályból, amiben 11 csapatot neveztünk összesen az országos bajnokságba, 5 korosztályban országos döntőben szerepeltünk. Az amatőr NB1 végzett a legelőkelőbb helyen az ezüstérmével, a többi korosztályokban pedig a 16 közé jutottak be a gyerekek, úgy az U11-ben, az U13-ban, az U14-ben és az U16-ban. Az amatőr nemzeti bajnokságban második helyen végző felnőtt csapat legeredményesebb játékosa, Farkasinszki Orsolya már évek óta edzősködik a kicsik mellett. Az elmúlt szezonban az országos döntőbe jutottak csapatával. 2005-ös korosztállyal jutottunk be az országos zsemburire. Ez azért volt érdekes, mert ebben az évben ugye a csapatokat szétbontották, és hármasával kellett, illetve ötösével szétosztani őket, más edzőhöz, más játékosokkal kerültek össze. Én is 12 teljesen idegen gyereket kaptam, és velük kellett ugye a mérkőzéseket játszani. Szerencsére édesanyám eljött és segített ebben, mert azért megmondom őszintén, 12 mi olyan gyereket kaptunk, akik elég hiperaktívak voltak, nehéz volt velük, de azért anya rutinja segített ebben. De az, hogy kijutottunk egy országos döntőre, az mindenféleképpen egy nagyon jó eredménynek tartom. Debrecenből sikerült mindezt megtennünk 2 miskolci csapat legyőzésével, és így mi a területünkről másodikén mehetünk tovább. A kosársuli játékosai július végéig pihenőt kaptak. Augusztus első hetében egy napközis táborral kezdődik el a felkészülés, majd egy Békés Csaba edzőtábor következik. Az egyesület augusztus végén rendezi meg hagyományos szezonindító tornáját.